A legtöbb ország vezetője síkra szállt amellett, hogy 2050-re klímasemlegességet érjünk el, és egészséges bolygót biztosítsunk a jövő nemzedékek számára. Az EU ezért jelentős forrásokat biztosítana az éghajlatvédelemre. Az EU tagállamoknak szükségük van erre a pénzre. De van egy kis gond. Az uniós pénzeket továbbra is ellentmondásos projektekre költik, amelyek a klímakatasztrófába sodornak minket és szennyezik a környezetet. A korrupció sok országot behálóz. A civil szervezetek és a hatóságok forrásainak lefaragása miatt nincs kellő ellenőrzés, mire költik az EU pénzét. Még ha az uniós forrásokat zöld projektekre fordítják is, a kormányzati pénzek továbbra is támogatják a szennyező iparágokat, ezáltal tovább növelve a függőségünket a fosszilis tüzelőanyagoktól. Európa csak úgy kerülheti el a klímakatasztrófát, ha más irányt vesz a közpénzek kezelése. Az EU-s pénzeket a tiszta energia és közlekedés, valamint a fenntartható mezőgazdaság és üzleti modellek támogatására kell fordítani. Az uniós források arra ösztönözzék a kormányokat, hogy elköteleződjenek a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása mellett, és jobb jövőt alakítsanak ki számunkra. Jobban át kell látnunk, mire költik vezetőink az uniós forrásokat. Mindannyian felelősek vagyunk, és mindannyian tudunk cselekedni is. Kevés időnk maradt a klímavészhelyzet megoldására. Az uniós forrásoknak segíteniük kell ebben. Használjuk őket bölcsen.